Ma van a bábák nemzetközi napja. Vasárnap Topolyán Hippolita lakája a Bács Fekete Hegyiek előadásában. Várják a jelentkezőket a művelődési ház táboraira. A hétvégén is marad a változékony időjárás. Köszöntöm Önöket! Május 5-ei híradónkat látják. Részletes híreink következnek. Fizetésemelésre számíthatnak a katonaság és a rendőrség munkatársai, jelentette ki Nebojsa Stefanovic. A szerb belügyminiszter a munkaünnepe alkalmából munkareggelit adott a katonaság és rendőrség együttes erői tagjainak a bolgár határ közelében fekvő Gradinjei bázison. Összesen 6 lakó konténert helyeztek el itt a számukra. A miniszter elmondta, az együttes erő tagjai több mint 20 000 illegális határátlépést akadályoztak meg. A közeljövőben is számítani lehet egy komolyabb migráns hullámra, és az együttes erő tagjai fogják majd biztosítani Szerbia lakosainak biztonságát, magyarázta Stefanovic. A szerb kormány 2016-ban érvényesített szabályzata szerint a hektáronkénti területalapú támogatás 4000 dinárra csökkent, és gazdaságonként mindössze 20 hektára vonatkozik. Az összeg fele a növénytermelés, fele pedig a műtrágyavásárlás támogatására irányul. Ez utóbbi május 3-ától igényelhető. A szabályzat szerint ezt évente csak egyszer teheti meg a gazda, az előző év október 1-je és a folyó év szeptember 30-a között kiadott számlák alapján, amit mellékelni kell a kérelemhez. Szerbiában 250 000 ember van, aki nem szerepel a nyugdíj és rokkantbiztosítási alap felhasználóinak listáján, vagyis nem kap nyugdíjat, azonban elmúlt 65 éves, írja a Vajdaság Ma hírportál. A legutóbbi népszámlálás alapján 220 000 háztartásban legalább egy személy nem kap nyugdíjat, míg körülbelül 18 000 háztartásban a házaspár egyik tagja sem kap havi járandóságot. Főleg a nők nem kapnak nyugdíjat, mivel a bevétel nélküli idős emberek 85%-a nő. A probléma egyik megoldása lehetne a szociális nyugdíj bevezetése, amely azok számára is lehetővé tenné, hogy megkapják havi öregségi járandóságukat, akiknek kevés munkaévük van, vagy egyáltalán nem is töltöttek le szolgálati időt. Egyes tanulmányok szerint 3 lehetséges opció van, amit Szerbiában meg lehetne fontolni. Az első a családi nyugdíj emelése a legalacsonyabb rokkantsági, illetve öregségi nyugdíj szintjére, azután a garantált nyugdíj bevezetésére, vagy a szociális segély külön modulja. 2017. május 5-én a Bábák Nemzetközi Napján 17 órai kezdettel Topolyán a szülőotthon épülete előtt ünnepségre kerül sor a terhesiskola fennállásának 5. évfordulója alkalmából. Vendégünk Martonka Margit, a gyermekgondozó nővér. Szeretettel köszöntöm híradónkban, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Az esemény pedig, amelyről beszélgetünk, egy jubileumi esemény is, ugyanis 5 éve van annak, hogy Topolyán megalakult a terhesiskola, viszont egy másik dátum, hogy a mai nap folyamán van a Bábák Nemzetközi Napja. Hát mit kell tudni erről az eseményről? 2012. februárjában indult, és ugye most ünnepeljük az 5. évfordulónkat, és ezt szerettük volna összekötni a Bábák napjával. Itt szeretettel várunk mindenkit, 17 órai kezdettel a Topolyai Szülőotthon előtt. Minden kedves kolléganőnket, akikkel dolgozunk, akikkel dolgoztunk, minden szakorvost, akik részt vettek eddig a munkánkba, valamint a terheseinket és már a megszült anyukákat, babáikkal, és esetleg, hogyha van kedvük, akkor apukákkal is. A terhesiskolát dr. Námestovszky Zoltán, szülésznő, gyógyász kezdeményezte, de valójában dr. Cservenák Péter és Pátyér Kubánov Judit volt az, aki elindította. Utána Balase Erzsébet kolléganőmmel mi vezetjük ezt a foglalkozást. Ezeken a foglalkozásokon pszichofizikai fölkészítést végzünk a terheseknél, 30 perces tornagyakorlatok után előadásokat tartunk, ami felöleli a magát, a szülést, szoptatást, az újszülött gondozást, valamint elsősegélynyújtást a
gyermekek, kisgyermekek részére. Körülbelül az eddig elmúlt évek alatt 700 várandós anyuka vett részt ezeken a foglalkozásokon, és mint a tapasztalatok bizonyítják, nagyon hasznosnak bizonyultak ezek a foglalkozások. Itt meg tudjuk beszélni az őket érintő problémákat, gondokat, és így nem mennek az ismeretlenbe, föltehetnek kérdéseket, és megpróbáljuk őket megválaszolni, fölkészítjük őket, és igyekszünk arra, hogy maga a szülés az egy nagy, csodálatos élmény legyen nekik, ami tulajdonképpen kell is, hogy legyen. Kezdettől fogva nagy érdeklődés övezi a terhesiskola munkáját. Nagyon sokan megfordultak itt, mint ahogy hallhatjuk. Milyen jövőjét látja ennek az iskolának? Hát én úgy gondolom, meg úgy is vesszük észre, hogy mindig nagyobb és nagyobb számba jelentkeznek most már a terhesiskolába. Nagyon sikeresnek érzem mindenféle tekintetben, úgy a szülésnél nagyon fontosnak tartom, úgy pedig a szoptatásnál, hiszen a szoptatás az is egy nagyon fontos dolog, mert ugye a szülés tart néhány óráig, de a szoptatás az több hónapig. És én azt gondolom, hogy ez nagyon sikeres lesz a közeljövőben is. Gratulálunk mindenféleképpen a jubileumhoz, és természetesen a kezdeményezéshez is, és további eredményes munkát kívánunk. Köszönjük szépen! Folytatjuk híradónkat. 60 középiskolás vett részt a Mindenki mindenhol egyszer találkozhat Juhász Erzsébettel című irodalmi vetélkedőn Topolyán. Az íróhoz és műveihez kapcsolódó topolyai állomásokat keresték fel a diákok mobiltelefonos kódolt üzenetekbe rejtett rejtvények alapján. A topolyai könyvtár az író születésének 70. évfordulója alkalmából a Juhász Erzsébet emlékév keretében szervezte meg a játékot. Az irodalmi vetélkedőn 12 csapattal 60 diák vett részt a három topolyai középiskolából. Vasárnap, május 7-én Topolyán vendégszerepel a Bács-Fekete-hegyi Feketics Művelődési Egyesület Soma Szín társulata, Zágon István, Nóti Károly, Ejzeman Mihály, Hippolita Lakály című vígjátékát mutatják be Hajvert Ákos rendezésében. Az előadás 19 óra 30 perckor kezdődik a Művelődési Ház mozitermében. Az idén a Bács-Fekete-hegyen megtartott vajdasági magyar amatőr színjátszók 22. találkozóján Szukola Bélát Hippolit szerepének megformálásáért a zsűri a legjobb férfi főszereplőnek járó Szilágyi László díjjal tüntette ki. A belépőjegy 150 dinár. Július 3-a és 8-a között kézműves tábort szervez a Topolyai Művelődési Ház 5-től 11 éves gyerekeknek. Foglalkozásvezetők Budai Sinkovics Margit és Kálmán Judit. A foglalkozások 16-tól 19 óráig tartanak, a zárónapon alkalmi kiállítás nyílik az elkészült munkákból. A résztvevőknek minden nap uzsonnát és üdítőt biztosítanak. A részvételi díj 900, testvérpároknak összesen 1400 dinár. Jelentkezni június 7-ig lehet a Topolyai Művelődési Házban, illetve a 713-515-ös telefonszámon, vagy a kultúra@stkable.net e-mail címen. Az összeg magába foglalja a foglalkozásokhoz szükséges anyagot is. A résztvevők száma korlátozott. A Topolyai Művelődési Ház július 17-e és 22-e között 6. alkalommal szervezi meg a bábtábort 6-tól 15 éves gyerekek részére. A foglalkozásvezetők Vörös Imelda, Czrünkovi Gabriella és Kokrehel József. A programok között színjátszás, bábozás, tánc és sok minden más szerepel. A foglalkozások 16-tól 20 óráig tartanak, a zárónapon július 22-én pedig bemutatják az előadást. A résztvevőknek minden nap uzsonnát és üdítőt biztosítanak. A részvételi díj 900, testvérpároknak összesen 1400 dinár. Jelentkezni július 10-ig lehet a Topolyai Művelődési Házban, illetve a 713-515-ös telefonszámon, vagy a kultúra@stkable.net e-mail címen. A résztvevők száma korlátozott.
Május 13-án szombaton a Topolyai Művelődési Ház mozitermében 19 óra 30 perckor vendégszerepel a Bácskertesi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület Sturc József amatőr színjátszó csoportja. Gosszé Endre Treszka című népszínművét mutatják be. Az előadás idén a Bács Feketeegyen megtartott Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók 22. találkozóján számos díjban részesült. Elnyerték a szemle egyik fődíját, a Pataki László díjat, amely a találkozó legjobb hagyományos keretek között színre vitt előadásáért jár. Csernai Pannát Treszka szerepének megformálásáért a zsűri a legjobb női főszereplőnek járó Ferenci Ibolya díjjal tüntette ki. Elnyerték az idei találkozó közönségdíját, valamint számos külön díjjal is jutalmazták az előadást. A rendező Molnár József, jegyár 150 dinár. A nemrégiben Afrikából visszaérkezett fülemülék éneke az este és az éjszakai órákban hangzik fel, még a lakott területek bokrosaiban is. Ennek alkalmából a Topolyai Arkusz Környezetvédő Egyesület idén több helyszínen is megszervezi a fülemülék éjszakája elnevezési programot tavaszi túráinak következő állomásaként. Mindenkit szeretettel várnak, aki egy kellemes esti séta mellett kedvet érez a környezetünkben élő madarak, kiváltképp a fülemüle hímek énekének meghallgatására. A túrákra a következő helyszíneken kerül sor. Topolyán május 5-én, pénteken 18 órakor találkozó Topolya Község Múzeuma előtt, majd szakmai vezetéssel indulás az egykori faiskolához. Zenta Gunarason május 6-án, szombaton 18 óra 30 perckor találkozó a helyi közösség épülete előtt, majd szakmai vezetéssel indulás az egészségházhoz. Kishegyesen május 13-án szombaton 18 órakor találkozó az Ady Endre Kísérleti Általános Iskola előtt, majd szakmai vezetéssel indulás a vonatállomáshoz. A program lassú séta keretében távcsöves madár megfigyelés, valamint a különböző énekes madarak énekének hallgatása. A túra minden helyszínen előreláthatóan 21 óráig tart, időjárástól függően, eső esetén elmarad. Takarít a város elnevezéssel a Topolyai Önkormányzat a május 1-i ünnepek után a tóparti sétányon szervez takarítási akciót. Várják a város polgárait és a civil szervezeteket, hogy csatlakozzanak az akcióhoz. Gyülekező május 13-án 10 órakor a Szélmalomnál. Kesztyűkről és zsákokról a szervezők gondoskodnak, a résztvevőket kérik, hogy ásót, cseprőt, gerebjét vigyenek magukkal. Egyben kérik a polgárokat, hogy házaik lakói épületei környékét is tegyék rendbe. A TSC labdarúgói a Száva Szent Demeteri Rádnicski ellen játszottak bajnoki fordulót. A mérkőzést 2-1-es arányban a TSC nyerte. Csapatunk a 22 mérkőzésből szerzett 36 ponttal most negyedik a Szerbliga vajdasági csoportjának táblázatán. A következő ellenfél idegenben a pancsovai Zseleznicsár. Szombaton jó eséllyel alakulhatnak ki újabb záporok, egy-egy zivatar is lehet, a Dunántúlon viszont hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. A csúcshőmérséklet 19 és 24 fok között alakul. Vasárnap ismét sok felé készülhetünk esőre, záporokra, keleten újabb zivatarok is kialakulhatnak. Délután egy hideg front érkezik, melynek következtében északnyugat felől feltámad az északnyugati szél. Napközben 17-21 fokot mérhetünk. Hétfőn is számíthatunk még egy-egy záporra, de már sok lesz a napsütés is. Az esős északi a szelet viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet 15-19 fokig emelkedhet. Kedden néhol még előfordulhatnak záporok, erős északi a szél és hűvös idő várható. Kedves nézőink, híradónkat látták. Híradóval legközelebb hétfőn jelentkezünk ismét. Munkatársaim nevében is köszönöm egész heti figyelmüket, és kellemes hétvégét kívánok. Viszontlátásra!